Teller Ede titkára voltam. Ezzel a címmel tartott előadást Darabon Tibor, a Csanakért Egyesület elnöke a Damjanich János általános iskolában április 25-én. A városunkban élő mérnök, aki az IBM-nél és az Apple-nél is dolgozott, 2001-ben lett az atomtudós titkára, aki akkor a 93. életévét taposta, de tökéletesen beszélt magyarul és büszke volt származására. Legelső kérdése az volt, hogy Tibor, mennyire erős az akcentusom, annak ellenére, hogy csak 20 évet élt Magyarországon, és az életének nagy részét külföldön töltött, több mint 70 évet külföldön töltött, gyönyörűen beszélt magyarul, és az egyszerű kis Amerikában eltöltött kötelező akcentus, illetve a szóhasználat volt az, ami egy picit észrevető volt, de különben gyönyörűen beszélt, és az első kérdései között mindig az szerepelt, hogy mi újság van Magyarországon. Azon híres magyar tudósok közé tartozott, aki nagyon büszke volt a magyar voltára és a magyar származására, sok más magyar tudósok ellentétben, akik nem élték meg ennyire pozitívan azt, hogy a saját hazájukból el kellett, hogy távozzanak. Ő viszont külön tudta választani azt, hogy ez miért történt, és ő nagyon pozitívan élte meg a magyarságát. Teller egyike volt az elhíresült marslakóknak, akik a Manhattan terven dolgoztak. A marslakók azok a kiviteles képességekkel, földön túl képességekkel bíró magyar tudósok voltak, akik európai körút után Amerikába kötöttek ki. Sorrendben Kármán Tódor, Szilárd Leó, Neumann János, Wigner Jenő és Teller Ede. Mindannyian hasonló karriert futottak be, olyan értelemben, hogy mindannyian dolgoztak akár a Manhattan projektben, akár az Egyesült Államok védelmi rendszerének kialakításában, és azon túl, hogy tudományos eredményeik is nagyok voltak, ezen kívül a demokratikus szabad világ védelmében is fölléptek. Fejlesztése a hidrogénbomba paradox módon hozzájárult a hidegháború befejezéséhez. A hidrogénbomba az egy olyan bomba, amely még az atombombánál is erősebb, viszont a elrettentő ereje is ilyen nagy volt, és a hidrogénbomba így a béke őre lett. A kölcsönös megsemmítés miatt senki nem merte használni, és ez valóban így is lett, és így Teller Ede elérte azt, hogy a hidrogénbomba, részben a hidrogénbomba segítségével a hidegháború egy puskalodás, egy vércsepp nélkül ért véget. A lokálpatrióta jótékonysági est bevételét a Grassalkovics Eser támogatására fordítják.